tulajdonképpen a magyar válogatott, amit várni lehetett, megpróbálja törvelni a játékot. Most azonban nagyon kell vigyázni, ott a gól szemlési lehetőség, és nem kicsit az első gól. Hát ez gyorsan ment. Elvis Brajkovic a hatodik perc elején, az ötödik végén megszerzi a vezetést a horvát válogatottnak. Feltűntönöknek nyilván tudják is, hogy idegen légiós nincs a magyar válogatottban. Ez természetesen szándékos, és nem jelenti azt, hogy a szövetségi kapitány nem számít rájuk, csak ezúttal nem hívta meg őket. Most viszont egy olyan gólszerzési lehetőség. És amíg én mesélek a magyar légiósokról, addig egy horvát légiós, Davor Šuker, megszerzi a második hazai gólt. Sokáig vacilált Csank János szövetségi kapitány, hogy Illés Bélát vagy Lisztes Krisztiánt játszassa, aztán végül Illés mellett döntött. Most pedig Horváth Attila jöhet, nem is rossz, nincs lehet, gólhelyzet, és szép itt a magyar válogatott. Ez igen, Nagy Norbert. Horváth Attila fejeli vissza időközben a labdát, pontatlanul. Šuker pedig meglódulhat a bal oldalon. Horváth van a nyomában, Pamić teljesen egyedül, középű gól. 3-1, és számomra rejtély, hogy hogy érhetsz el Pamić a labdát. Most pedig Pamić mehet, rávezeti Horváth Attilára, egy könnyű boka mozdulattal túljut rajta. Jerkán, kérem szépen felállnak a horvátok, mint a jégkorongban emberelőnynél. És ez már olyan komámasztony, hol az olló, Šuker a bal oldalon, mint az iménti gól előtte, jó ég, mi van ott? A negyedik gól van ott. Marios Tanić. Az FC Brűz játékosa, bajnok lesz a Brűzsel, a második félidő 30. percében pedig megszerezte a negyedik horvát.